És hát itt ugye mögöttem, amiközben megy a tüntetés, azért mondjuk el azt, hogy ez nem Magyarország, hanem a Mad Max Fury Road, a kerítés, amely lezárja Európa legfontosabb kereskedelmi útvonalát. Kakukk György politikus, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, újságíró. Már 1991-től a menekült kérdéssel foglalkozott. Az utóbbi években is a menekültválság kapcsán vált ismerté. 2015-től folyamatosan utazott, és végigjárta a különböző menekült útvonalakat. A közösségi médiumokban állandó blogot vezetett arról, hogy hol és milyen körülmények között vándorolnak, vagy éppen élnek a menekültek. Tudósított Irakból, Kurdisztánból, Görögországból, és a balkáni útvonal szinte minden nagyobb állomásáról. Rendszeresen írt cikkeket Kurdisztánról, a kurd regionális kormány több tagjával is jó baráti viszonyt ápolt. Rendszeresen utazott Erbilbe, Kurdisztán fővárosába. Az utolsó interjút mi is a kurd főváros főterén készítettük, Kakukk Györggyel. Beszéltél peshmergákkal, tábornokokkal is, meg közkatonákkal is. Ők hogyan látják? Ők tulajdonképpen a hazájukért harcolnak, vagy hogyan tekintenek az iszlám állam elleni harcra? És egyébként neked milyen személyes tapasztalataid? Hogyan fogadtak téged? Kicsit avasd be, hogy amikor egy magyar politikus megérkezik egy ilyen helyszínre, hát ugye, persze, hát az a minimum, hogy a te az a minimum. De hát ugye nekem az a nagy előnyöm, hogy én olyan helyekre megyek most már vissza, ahol korábban jártam, amikor nem volt ábor, amikor nem volt ott egy darab újságíró se, vagy politikus, tehát nem jártak ott idegenek, tehát két nappal ezelőtt voltam Telszkóba északra Moszultól, kinn a fronton, és ott összeakadtam azzal a tábornokkal, akivel februárban együtt ebédeltünk, ugyanazon a helyen, a főparancsnokságán, és hát ő már így barátként fogadott. Tehát azért ezek a személyes kapcsolatok, meg az, hogy én akkor is itt voltam, amikor még nem volt itt senki más, ezek azért nagyban megkönnyítik az embernek a munkáját. Megmondom, vannak olyan barátaim, a 9-es Peshmerga hadtestnek a parancsnoka, egy tábornok, egy fiatal tábornok, ez egy nagyon jó barátom, ő most Kirkukban megsebesült, amikor az iszlám állam terroristái egy ilyen diverzáns akciót hajtottak végre október 20-án és 21-én a város ellen, és őt is az egységeivel a városba vezényelték, hogy harcoljanak, és átlőtték a vádliát, otthon feküdt, és hát meghívott a saját házába, Szulejmaniába, a családjához, ott együtt ebédeltünk. Ezek a személyes kapcsolatok azt gondolom, hogy hát nem egyik napról a másikra alakulnak ki, viszont hogyha megvannak, akkor nagyon hasznosak tudnak lenni a munkámban. Az alig egy hónapja készült interjúban arról beszélt, hogy mekkora esélye van egy újabb menekült hullámnak a moszuli ostrom miatt. De én 1990-ben, 91-ben az elsőből háború volt, után volt, amit először Észak-Irakban, Kurdisztánban. Tehát egy negyedszázados évfordulót ünneplünk. Ebben az évben én háromszor, most vagyok itt harmadjára, az egyetemekre hívtak meg előadást tartani, békefenntartói tapasztalatom Koszovó és Kelet-Timor kapcsán a függetlenségről, hiszen ők is függetlenek szeretnének lenni, majd egy konferencián adtam elő Szulejmaniában, és a különböző politikai erőkkel, akik itt jelen vannak Észak-Irak területén, elég jó a kapcsolatom, tehát amikor visszajövök, akkor ők engem úgy tűnik szívesen fogadnak. És hát a menekült ügy az, ami a legfontosabb számomra, hiszen Moszul kapcsán is felmerült, hogy ez egy újabb menekült hullámot, nem is Európa felé, de a régióban generálhat, hiszen egy másfél milliós területről van szó, egy olyan területről, minimum másfél millió ember él. Ez hál' Istennek egyelőre, most, amikor beszélünk, azok az előrejelzések, amelyek itt több százezer milliós nagyságrendű menekültről szóltak, nem látszanak beigazolódni, és remélem, hogy így is marad. És igazából engem a menekültügynek egy speciális szegmense hozott most ide-vissza, és nem a háborúba csak belefutottam ebbe a moszuli offenzívába. Ez az út, ez régebben elő volt készítve, de hát így a kettő együtt működik. Én azt látom, hogy Moszul kapcsán jelen pillanatban vannak menekültek, mondom kisebb számban, de elég nagy számban, de kisebb számban, mint amire korábban számítottak. És most, hogy az iraki hadsereg már behatolt a városba,
a helyiek inkább fehér zászlókat tűznek ki a házaikra, és maradnak, megpróbálnak maradni. De ez egyébként, mint minden ebben a térségben, egyik napról a másikra megváltozhat. Tehát valami rosszul sül el, rossz dolog történik, és elindulnak, és kitör egy ilyen tömegpánik, és itt állunk egy újabb menekült hullámnak a közepén itt a régióban. Kakukk György jogi diplomát szerzett, újságíróként kezdett el dolgozni először a Mai Napnál, később pedig a Kurírnál. Ezután a Magyar Televízió és a Magyar Rádió külpolitikai szerkesztőjeként dolgozott tovább. Majd a TV2 koszovói tudósítója lett. A tévés pályáját elhagyva az EBSZ diplomatájaként járta a menekült válság főbb állomásait. Dolgozott a Fideszben is, mint szóvivő, később pedig a Demokratikus Koalícióhoz csatlakozott, és a párt elnökségében vállalt szerepet. Hozzá tartoztak a külpolitikai kérdések, és ezen belül a menekült válság is. Erről egy könyvet is írt. Ez nem egy menekültimádó könyv. Én ebbe egy mondatban is soha le nem írtam azt, hogy nekünk bárkit ellenőrzés nélkül be kellene fogadni. Én mindig azt próbálom ezügyben elmondani, hogy nekünk valamiféle olyanféle álláspontot kellene ezügyben kialakítani, ahol normálisan tudunk erről, ez egy komoly probléma, erről beszélni, és lenne valamiféle egyetértés azt, hogy mit csinálunk. De az biztos, hogy nem megoldás, hogy embereket dehumanizálunk, tehát hogy állatként kezelünk, mert ez nem megoldás, mert azzal azt az Európát adjuk fel, amit meg akarunk védelmezni állítólag valakitől. Tehát ne adjuk már föl a felvilágosodás óta kialakult Európát, mert Európát mi ennek szeretjük, mi ennek akarjuk, mindenki. Nem csak ez az oldal, vagy nem csak az az oldal, amelyhez én mondjuk politikailag tartozok, hanem mindegyik oldal ilyennek szereti Európát. Tehát ne adjuk föl azokat az értékeket, amelyeket már mit tudom én 300 évvel ezelőtt elkezdtek lerakni, és nagyon sok áldozatot hoztak érte. Talán ez a könyv mindenkinek nyújt egyfajta, egyrészt azoknak, akik nem értenek mondjuk velem 100%-ig egyet, olyan információkat is tartalmaz, ami valamifajta megértés felé tolja ezt a dolgot, a többieknek pedig, akik egyetértenek velem, egy jó történet, meg egy önigazolás. Kakukk György szívügyének tekintette a menekült válságot. Az ENSZ-ben és különböző egyetemeken rendszeresen tartott előadást, és kereste a menekült válság megoldási lehetőségeit. Hogyha nézi az ember, a menekülteknek jelen pillanatban több mint 50%-a szíriai háborús menekült. Amennyiben a szíriai helyzetet valamilyen módon sikerülne rendezni, és hogy tényleg egy biztonságos helyzet, egy béke vagy békehez közeli helyzet alakulna ki, az nagyban csökkenteni a menekülteknek a számát. Olyan érezhető mértékben csökkenteni, a másik pedig a líbiai partoknak, hogy mondjam csak a líbiai kormány által való ellenőrzése az elengedhetetlen, hiszen most jelen pillanatban onnan jönnek a menekültek. Én azt gondolom, hogy nincsen rövid és nincsen olcsó megoldás, középtávú megoldások vannak, és az egész földközi tenger medencében kell gondolkodni, hiszen a földközi tenger az Európai Uniónak a határa. Tetszik, nem tetszik, így van. Tehát a határon túli területek, a déli medencé, a földközi tenger déli medencének a problémáinak a megoldásában kell segíteni. És egy nagy tanulság az a békefenntartó évekből, hogy megbukott államok nem állnak talpra saját maguktól. Tehát itt a nemzetközi közösségnek, ha még van ilyen, kell komoly pénzekkel és segítséggel beszállni a rendezésbe Líbiában is, meg Szíriában is. Két dolgot azért tisztázzunk. Azoknak az embereknek, akik itt ezekben az átázott és borzasztó sátrakban van, aki már 2-3 hete itt táborozik, azoknak a nagy része háború elől menekült, és a másik dolog pedig ez itt, ahol állok,
Ez az Európai Uniónak a területe. Kakukk György 52 éves volt.